Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Minecraft Hardcore videóban, és elérkeztünk a hatodik epizódhoz, ami azt jelenti, hogy sárkányt fogunk ölni. Bizonyám, sárkányt fogunk ölni a mai részben azért, ugye az elején nem is tudom hányik részben, másikban vagy harmadikban azt tippeltem, hogy hogyan ötödik rész körülre azért tök jó lenne megölni a sárkányt, hát az nem jött össze. Viszont itt vagyunk a hatodik részben, és szerintem egyáltalán nem rossz a tempó, amit diktálunk. És ugye azért olyan nagyon fontos például most minél előbb megölnünk a sárkányt, mert akkor gyakorlatilag onnantól kezdve nem lesz problémák az XP-vel, mert csinálunk egy Enderman XP farmot, és onnantól kezdve az összes cuccunkat kimaxoljuk, a legjobb lapátunk lesz, a legjobb kardunk, a legjobb vértünk, minden. És ja, igazából ennyi a lényege ennek az egész dolognak. Megcsináltuk gyémántból a szettünket, és még maradt 9 gyémántunk, nagyon jók vagyunk, kérem szépen. És akkor ezekre mindegyikre fog jönni egy Protection 4, bizonyám. Viszont még mielőtt bármelyikre is ráraknám, kíváncsi vagyok, hogy alapból mit dobna rá az Enchant Table, hiszen hogyha esetleg mondjuk erre jönne egy Feather Falling 4, Unbreaking 3 mondjuk, az nem rossz. Azt lehet átgondolnám, az Unbreaking 3-ot. Mert ugye ezekre egyelőre nincsen semmi, semmilyen unbreaking. Lehet, hogy az lesz. Oké, hozom magamnak lapis lozulit, mint bám. És hát akkor kezdjük a vértel, de az a baj, hogyha meg izét rak rá, mondjuk valamilyen fire protection-t, vagy valami ilyesit, az meg protection 3. Akkor erre lehet, hogy nem is fogom rárakni a prot 4-et amúgy. Így elmondom nektek az összintet. Death Strider, ez egyáltalán nem hülyeség, az sem, viszont ugye így már elfogyott a 30 szintünk, azt most veszem észre. Erre most Fire Protection tanna, erre meg Prot 3-at. Habár mondjuk a Feather Falling, az most nem is annyira fontos nekünk. Inkább szépen felencsantolom őket, szépen Prot 4-re, aztán mindenki boldog lesz. És hát egyelőre a Prot 3 marad a melvértem, nem akarom rá elhasználni ezt a Prot 4-es könyvet, bár mondjuk egy Emeraldért szerezzük ezt a Prot 4-es könyvet, szóval annyira nagy kidobás nem lenne, de azért mégis értitek. Jó, kellene fog nekünk Infinity, kell nekünk Mendinget rátegyük, most egyelőre valamelyekre szerintem nem kell. Ja, meg van Feather Falling 3-unk mondjuk, kellene fog nekünk most a Power 5 is, meg van még egy Unbreakingünk, aha. Prot 4 meg Mending maradt egyelőre ott bent. Figyelj, akkor szerintem tegyük rá a Feather Falling 3-at. Tegyük rá szépen, és akkor nem kell nagyon aggódnunk. És akkor így ki vagyunk egyezve magunkkal, nagyon jó. Akkor keres a Press 5-ös kard, ezt majd szépen ráteszem. Infinity, Power 5 és Unbreaking 3, ezek pedig szerintem jöjjenek az íjamra. Szerintem mind a három arra jöjjön. Szóval most rárakom szépen a Sharpness 5-öt. Bár, még mielőtt ezt megtenném, megnézem, hogy mit tudom erre, Knockback 2-t, szóval azt köszönöm szépen, de nem kell szépen, nem Power-ot, hanem mehet a Sharpness, így is van, és akkor craftolnom kell nekem egy csodálatos íjat, amihez kell 3 string és 3 darab bot, a botot szépen megpörgetjük, bam, nagyon szép, és van egy olyan érzésem, hogy nem lesz elég a szintem ehhez, Power 4-et dobna rá, ami alapból nem olyan rossz amúgy. Menjen rá előbb szerintem egy Infinity, aztán Power 5 és végén az Unbreaking 3 vagy fordítva, teljesen lényegtelen. Mindegy, egy picit lemegyünk akkor az XP farmunkhoz, hiszen hogyha nem felejtettétek el, nekünk van egy Cave Spider XP farmunk, bizonyám, és ott egy picit akkor szintelődök, és utána szerintem készen is vagyunk. Utána bizony készen is leszünk. Remek kis találmány, kérem szépen itt az early game-be ez az XP farm, szépen kapják rendesen ezek a csúnya pókok, és utána majd felvesszük az XP-t, amint végeztünk ezeknek a kiirtásával. És hát igaz, hogy onnantól kezdve, hogy meg lesz az Enderman XP farmunk, ezzel nem igazán fogunk foglalkozni, tehát nyilván ez nem működik olyan jól, mint az. De azért ebből is jön az XP. Meg is vagyunk tízesek. Hát megnézem, hogy ezzel már meg tudjuk-e csinálni, bízok benne, de aztán lehet, hogy nem, ki fog derülni, és onnantól kezdve, hogy megvan az éjünk, azután már csak gyakorlatilag nekünk szerintem potit kell főznünk, és tényleg teljesen kész leszünk, ugye ez a slow fallingot mindenképpen akarok főzni, hogyha felrepíteni a sárkány, akkor ne legyen nagy probléma, hát ilyen strength, talán egy ilyen regenerációs, vagy pedig ilyen
hasonlót lehet, hogy jó lenne mondjuk befogni, vagy hát ahhoz inkább lehet, hogy ezek aranyalmát inkább, nem tudom, srácok, még ezt át kell gondolnom. Na, meg jönjön rá Power 5, és mennyi rá az Umbreaking? 6. Na, hát akkor kell még 2 szint. Várjál, nincs este. Ó, oh. Este fele van. Akkor lehet, hogy inkább kijövök, aztán itt gyilkolászok. Már jön fel a nap. Nem, most megy le. Hát szerintem gyorsan itt lecsapok pár ellenséges mobot itt a felszínen, és azzal talán gyorsabbak vagyunk, mint sem megint lemenni a lépésen, aztán megint feljönni. Hát gyakorlatilag a 2 zombi megölésével majdnem elértük a 6-os szintet. Szóval még egy mob kéne, mondjuk az a pók tökéletes lesz nekünk erre a célra. Szia! Viszlát! Köszönöm szépen, meg is vagyunk. És akkor az utolsó enchantolt könyv is rárepül a bowunkra. Hát azért szerettem volna rá mindenképpen Unbreaking-et, mert azért ezek elég hamar eltörnek. Igaz, hogy valószínűleg nem törött volna el annyi idő alatt, mint amíg én lerombolom azokat a dolgokat onnan, de biztos, amit tuti. Oké, akkor kell nekünk üvegcse, ahhoz, hogy tudjunk főzni újra potiont, ezeket szépen belerakjuk a brewing standbe, és ahhoz szerintem kelleni fog mindenképpen az aquart potion, szóval ehhez kell egy nether várt, ami itt van, ezt hozzá is oktojáljuk, nagyon jó, és utána rárakjuk a phantom membránt, és arra pedig egy redstone-t, azzal, hogy megnöveljük annak az időtartamát, több ideig tudjuk használni a slow falling effektet, és akkor onnantól kezdve szerintem ready to go, szóval én fogok szépen Ender Pearl-öket, nem tudom már hova tettem, itt van 16, itt vannak a blaze rodok, és hát akkor szépen szerintem ezt így át is alakítjuk Eye of Ender-re, boom, van 16 darabunk, szuperek vagyunk, és erre, ó, oh, nem, a Phantom membrán után meg a Redstone Dust, és utána megleszünk, hát viszek magammal nyilván építőanyagot, mondjuk egy 3 stacket, van nálam víz, van nálam egy darab arról, ugye az elég, kaja, hát izé kéne még nekem, talán aranyalma. Nincs több aranyalmám szerintem, szóval kraftolok, viszont, ha jól emlékszem, igen, nekem van a sütőben aranyam, szóval szépen tudunk kraftolni 6 darab aranyalmát, ez nagyon jó, ez fantasztikus. Oké, megvan slow falling, jöhet rá a redstone dust, és akkor indul a stronghold keresés. Ezt elrakom ide, hát ha azért még jól jön, van nálam torch. Szerintem simán ready to go-k lehetnénk, viszont viszek magammal üvegcsét. Viszek magammal üvegcsét csak azért, mert szeretnék gyűjteni Dragon's Breath-et mondjuk. Mondjuk 6 üvegcsébe, aztán jó. Na nézzük, melyik irányba. Kicsit belaggolt a játék. Úgy néz ki, hogy teljesen egyenesen nyugatra kell mennünk, srácok. Meglátjuk, hogy meddig kell elindulni. Visszakaptuk az első Eye of Endert, és akkor indul a kalandozás! Minusz 1145-nél vagyunk, és még mindig továbbra is egyenesen nyugatra kell mennünk. Visszakaptuk ezt az Eye of Endert, és ugye, hogyha valaki nem tudná, minimum 12-re van szükséged. Vagy hát legrosszabb esetben 12-re van szükséged az endportál megnyitásához, de van rá esély, hogy valamelyik portál komponensben már van alapból Eye of Ender. Én nem szeretek kockáztatni, most van nálam 16, szóval hogyha eltörik útközben 4, ami azért eléggé valószínűleg, hogy olyan sok eltörik, akkor is van, marad még 12. Na, mínusz 1500 környékén járunk, és még mindig nyugodtra kell menni, bár most egy kicsit talán elsodrottunk jobbra, szóval egy picit arra felé kell mennem. Na, mínusz 1730, és nyugodtra elértünk már, és ez sem törött el, nagyon jó, egyik sem törött el eddig, ez nagyon szuper. Viszont most akkor egy kicsit délebre kell mennünk. Kérdés az, hogy mennyit. Remélem nem sokat, de elvileg nem sokat, mert ha jól gondolom, akkor valahol itt kell lenni a környékem. Lement a föld alá? Aha, lement a föld alá, bizony lement a föld alá, ami azt jelenti, hogy itt vagyunk. És van egy olyan technika, amit most láttam egy speedrunnertől, hogyha nézzétek a bal oldalt, ott van egy XYZ blokk és alatta a chunk.
Na ha ott a 4-4-et megnézitek, ahol most vagyok például, ilyen 4-14-4, akkor elvileg minden esetben, hogyha lebányászol itt, akkor a strongholdnak az egyik lépcsőjére fogsz leérni. Van nálam víz, hogyha esetleg lávába esnék, előveszem az aranyalmát is, de elvileg így működik ez a dolog. Ki fog derülni, ugye 4-4-nél vagyunk. Hát, most egy kicsit izgulok, mondjuk ez egy kicsit veszélyes, de működik. De látjátok, hogy működik. Hát ezt nem találtam el, de és tényleg beleestük a lépcső közepébe. Szuper, megvan az Ender portál. Innentől kezdve, vagy hát a Stronghold, innentől kezdve meg kell találnunk a portált. Ezt felveszem a kezembe, ide megjelent a torcs. Na nézzünk körül, srácok. A Silverfish, utána a Silverfish-eket, viszont ez azt jelenti, hogy már meg is találtuk a portált. Gyorsan szétszedem ezt. Az jó. Engedték ezek a szemétládák. Fú, de gyűlölöm ezeket eltalálni. Olyan picik és nagyon nehéz. Na mindegy, olyan túlteszem magam ezen a hatalmas traumán. Jó, srácok, itt van az idő arra, hogy megnyissuk a portált. És átmenjünk az endbe. Remélem felkészültetek, srácok. Lájkoljátok a videót, hogyha szurkoltok nekem. És innentől nincs visszaút. Jaj, utána az ilyen spawnokat, amikor kívülre esünk. Nos, nagyon izgulok, hogy ne jöjjön ide hamar ez a szemétláda, de nem jött. Jó, oké. Nem szabad az Endermannek szemébe nézni. És igazából hát kezdhetjük szerintem a lerombolásra, bár nem írtam fel a koordinátáit ennek a helynek, bár szerintem annyira nem is probléma, mert igazából a videóból vissza tudom nézni, és majd kiírom. Egyelőre nem iszom meg a slow fallingot, mert nem hiszem, hogy most rám fog jönni így egyből, de így elkezdhetjük, aha, és például kapjunk egy lövedéket, ami azt jelenti, hogy vittem is, van is 6 Dragon Breath-ünk, kérem szépen, 6 darabá, a bizonyám, nagyon hamar összegyűjtöttük ezeket. Most lemegy oda, ami nekünk jó, mert most minket nem fog ezzel cseszegetni, viszont figyelnünk kell, mert hogyha elindul, simán elképzelhető, hogy felénk jön, mint például most. Jó. Oké. Okay. Ezt meg kéne innom a slowfallingot. Biztonság kedvéért megiszok egy slowfallingot, úgyis 4 percig tart. Senkinek nem árt, hogyha most megiszom. Oké. Okay. Oda fellövünk egyet. Szeretném ezt a sárkányharcot teljesen vágatlanul megmutatni nektek, csak azért, hogyha esetleg valaki hasonló módon tervezi ezt megcsinálni, mint én, akkor tud tőlem tanulni. Nyilvánvalóan nem én vagyok a legprofibb a témában, de szerintem azért nem vagyok benne rossz. Azt hittem engem támadnak ezek, de a sárkányra mennek. Arra kell nagyon figyelni, hogy tényleg Endermannek szemébe ne nézzünk. De hogyha mégis megtörténne, akkor ne ijedjünk meg. Most belelőttem egyet, vagy pedig a... Ah, ott még biztos van egy, meg ott is van egy. Azok nagyon magasan vannak, az egy probléma van. És nagyon nehéz azokat eltalálni, de megpróbálom, srácok, mindenképpen. Ez alá ment. Fölé, ez is alá. Hát, nagyon nehéz azt ott eltalálni. Lehet, hogy ebből építés lesz, srácok. Lehet, fel kell majd építenünk. Mindegy, akkor most próbáljuk meg, akkor ez talán egy kicsit alacsonyabban van. Nem tudom, hogy befejeztem el az előző mondatot, de mindenképpen nem én vagyok a legprofibb ebben a dologban, azt remélem tudjátok, de azért már pár sárkányt kicsináltam, na, mondjuk úgy, van egy kis tapasztalatom. Nyilván vannak más taktikák, más dolgot kihasználva, például az ágyos, az is egy nagyon jó taktika, viszont én ezt nem érzem olyan biztonságosnak, mondjuk. Ez egy kicsit lassabb, talán, de talán egy kicsit biztonságosabb és könnyebb megoldás. És nagyon nehéz eltalálni. Ó, és megvan. Szerintem megvan az összes, innentől kezdve már csak le kell lőnünk a sárkányt. Innentől kezdve ugye ez a fordulás. Aha,
Igen, ide kéne jönni az elejére, és itt a fejét ütni. Így, nagyon jók vagyunk, és most egy kicsit vigyázz, hogy nehogy ellökjön minket. Nem sikerült neki. Nagyon jók vagyunk, igen. Nagyon jók vagyunk, bizony. Na, jön le újra a közepére a szigetnek. És hát most itt belevágtam egyet, mert igazából sok minden nem történt, csak lövöldöztem. Aha, hol lesz a feje? Ott van a feje. És szerintem pár ütéssel már ki is tudjuk csinálni, ha szerencsénk van. Így is van, kérem szépen, megöltük a sárkányt, viszont megtámadott minket egy Enderman. Azért raktam le ide vizet, hogy ezzel kicsit megvéd minket, és hát így most sajnos nem láttuk magát a szétrobbanását a sárkánynak, de hát már párszor szerintem ti is láttátok meg, hát én is. Hol vagy te szemét? Gyere! Azt hiszed, el tudod rontani az örömöm, de bizony nem. Hát amit látjátok, a sárkány eltűnt, amúgy. Megnyertük ezt a küzdelmet, bum, ott is van, kérem szépen. Nem volt egy túlságosan nehéz dolog amúgy, tehát egy picit lett, megint túlkészültem ezen a dolgon, de így volt biztonságos, megvan a 60-as szint. Valamint itt van a sárkány tojás, amit elvigyek, vagy vigyek el később. Elviszek most, egyszer megütjük, és akkor szépen elteleportál. Hát jó lenne, ha normális helyre teleportálnám, mint például itt, nagyon jó. És akkor leteszünk alá egy fákját, amire ráejtjük, és így be tudjuk gyűjteni a sárkány tojást, nagyon jó! Kérem szépen, ott pedig van egy portálunk, amivel át tudunk menni, ugye, az NCT-be, amit lehet, hogy én most meg is csinálok, és begyűjtünk egyből egy elitrát, mert igazából miért ne, alapon szerintem, kell hozzá Ender Pearl, ami jelenleg nekünk nincsen, és már is van nekünk, 3 darab Ender Pearlünk, ennyi bőven elég lesz arra, hogy át meg visszajöjjünk. Ugye hát legalább egy Ender Pearl kell, ez eléggé kint van a szigetről, azt hittem szemedben néztem, de nem. Kicsit ez frusztráló, de igazából semmi probléma, szépen építünk egy lépcsőt ide, és akkor szépen fogunk egy Ender Pearl-t. Bam! Hát ezt nem egészen így akartam, de végül is összejött az, amit szerettem volna. Sütj! Oké. Okay. Hát, nézzünk körül, hova sikerült spawnolnunk. Hát, nem a legjobb helyre, elég messze vagyunk megint gyakorlatilag az összes szigettől. Nyilván az lesz a legközelebb, majd oda fogunk menni. Itt is azért figyelni kell arra, hogy ne nézzünk Endermannek szemébe, mert én például az egyik hardcore sorozatomban úgy haltam meg, hogy legyőztem a sárkányt, átjöttem az NCT-be, véletlenül belenéztem egy 3-4-5 Enderman szemébe, és hát levadáztak, sajnos. Na mindegy, nagyon szomorú történet. Jaj, hogy én mennyire utálok gyalog közlekedni ebben a dimenzióban, azt nem tudom nektek elmondani, viszont igen, azt akartam mondani, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ott van hajó, viszont az Optifine-nak hála, ugye csak oldalra látok tovább. Ott már látszik, hogy van hajó, és azt akartam mondani, hogy csak akkor fogok oda átmenni, hogyha látom, hogy itt van hajó. És bizony ott van hajó, szóval hát... hát oda át kell építeni, srácok, nincs mese. Ó, bakker. Ráadásul itt van mellette egy ilyen portál is, amivel majd vissza tudunk menni az Overworld-be, szóval... Hát kérem szépen, nagyon jó helyre került ez a dolog. És hát szerintem az lesz, hogy megölöm itt ezeket a szemétládákat, kíváncsi vagyok, hogy ezeket tudom-e blokkolni mondjuk ezzel. Igen, tudom, és elkezdték egymást megölni, ami nekem igazából nem probléma. Oké, okay, van már 2 shulker shellünk, ami azt jelenti, hogy már tudunk csinálni 2 darab, nem? 1 darab shulker boxot, Shacklboxot, igen. Hellosztok srácok, jöttem a lootér, úgy hallottam, hogy ennek a tetejében lehet, hogy lesz valami finomság. Nyugodtan meglőhettek még, mert a levitáció az nem biztos, hogy elég lesz, hogy felvigyen engem. Na, nagyon jó, kaptam még egy szeretetet. Nagyon jók vagytok srácok, zavattok. Nyugodjatok meg, majd fogok jönni értetek, hogy... hát hogy mondjam, hogy megöljelek titeket például. Szóval... Most nyugodtan élvezétek ki, hogy engem bántottok. Nem sokáig fogjátok tudni ezt megtenni. Szemétládák. Na, nézzük. Protection 3-as. Curse of Finishing Prot 4. Meg Unbreaking. Fortune 3-as pickaxe. Prot 4. Mending. Öcsém. Curse of Finishing, az nem kell. Na, hát ez...
hogy mondjam, ez nem rossz. Ez bizony nem rossz. Jó, megmásztuk ezt a tornyot. Hát mi legyen? Slow falling-on szerintetek el tudok esni odáig? Kipróbáljuk? Szerintem próbáljuk ki. Figyelj. Felépítek még mondjuk ezt a 10 blokkot, ami van nálam. És kíváncsi vagyok, hogy slow falling effekttel el tudok-e addig esni. Mindjárt kiderül, srácok. Nem. Jó. Ez hamar kiderült, hogy nem. Máshogy kell megközelítünk azt a dolgot. Például egy Ender Pearl-lel szerintem simán jó lenne, hogyha közepét meg tudnám célozni, hogy akár eltaláljam azt a, az árbócot. Szerintem meg lesz. Így is van. Hoppá, micsoda. Micsoda hit volt ez, kérem szépen. Most ez a slow falling nem biztos, hogy a legjobban adjon ilyenkor, de nem probléma. Kétségbe nem esünk. Kap szépen kettő lövést, és meg is haltál. Szuper. És megszereztük. Itt van, előttünk. Bam. Sky's the limit. És kaptunk még hozzá 6 darab. Hát ezeket a gyémántot. Iron chest plate-eket nem hiszem, hogy elviszem. Annyira nem. Aztán hát elviszem a saddle-t, mert miért ne. Van még egy kis fals. The beetroot. Ja, ezek a... nem annyira érdekelnek, őszintén szóval megmondom. Az iron chest plate-ek. De a lényeg az, hogy megvan, amiért jöttünk. Megszereztük. Mindenki boldog. Viszont még valamit itt hagytunk. Tudtam, hogy el, hát láttam, hogy el fog találni, nyilván. Az a baj, hogy nem hoztam magammal tejet. Pedig az lehet, hogy nem ártott volna, de ennyi volt a levitációnk. Kikerüljük szépen ezt a dolgot. Köszi. És szépen leszedjük még ezt a sárkány fejet innen, és onnantól kezdve itt gyakorlatilag az első körös end utazásunknak a vége szakad, a slow falling effektnek hála. Biztonságosan leereszkedünk, hát mondjuk mit dobjak el magamtól? Ez nagyon jó kérdés, mert mondjuk sok minden kell nekem innen. De ez a 6 darab torcs, ez már annyira nem fontos. Na nézzük, hogy mennyire jó az én célzási képességem, bám! Hát ez... ez enyhén szóval síralmas volt, már mondjuk a célzása nem volt probléma, de... de probléma volt a célzása. Jó, mindegy, oké, akkor megölök egy Enderman-t, mert az a baj, hogy kell nekünk most Ender Pearl. Na, másodjára... használok akkor más technikát, szépen úszásba megyünk, és kész, meg is vagyunk. Ez is így is megoldható. BAM! Ó. Hogy ide jövünk vissza, azt hittem, hogy egyből az Overworld-be megyünk. És srácok, hát ez egy szuper történet volt. Megszereztük az Elite ránkot, megöltük a sárkányt. Mi kell még? Mi kellhet még? End credits! Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt az egész sorozatot. Nagyon hamar vége lett, 6 rész volt, nem. Most kezdődik még csak a java, srácok. Most kezdődik a java. Oh, Java Edition. Ez a Java Edition. Igen. Bam. Itt is vagyunk. Szeretett kuckonkban, 64-es szinten. És hát akkor elkezdődhet majd az a dolog ebben a sorozatban, hogy nekiállunk a bázisunkat felhúzni, közben pedig elkezdem kifullozni magamat. Mondjuk ez a Curse of Finishing ezen a gatyón annyira nem tetszik. Igaz, hogy igazából semmi értelme nincsen, mert ugye ez csak az, hogyha meghalok, akkor nem tudom onnan felszedni már, de hát ugye hardcore-ban vagyok, ezért tök mindegy. Na mindegy, szóval mindegy, majd meglátjuk, mi lesz vele. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm ezt a mai figyelmet, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Tényleg akkor innentől kezdve akkor elkezdjük a bázist építeni, elkezdjük majd a farmokat csinálni valahogyan, majd azt kell kitalálni, hogy a vas farmunk az hol legyen és hogyan. Mert például az nekem nagyon tetszett, hogy a hegyben volt, ahol a házunk volt, viszont most egy kicsit vagy mást szeretnék máshogy, de ugyanakkor szép legyen. Várom a tippjeiteket egyes farmokhoz, meg alapból a bázishoz is. Találkozunk legközelebb is, én Lucky voltam. Sziasztok!